A diakonisza mozgalom a német nyelvterületen indult a 19. században, mind a református, mind pedig az evangélikus egyházban. A diakonisszák az egyházban dolgozó nők voltak, főként betegápolói, tanítói, nevelői szolgálatot végeztek, illetve gyülekezeti szolgálatot. Magyarországon az első anyaházat Pozsonyban alapították, 1891-ben, ezt követte a győri anyaház 1910-ben, majd pedig ezen a kiállításon látható FB Diakonisza Egyesület anyaháza 1924-ben, és végül 1931-ben a Békés Csabai anyaház. A FB-t Bauer Irma alapította, egykori református diakonissa, ő a Betánia Szövetségben kezdte a szolgálatát, és 23-4 taggal együtt megalapította a FB evangélikus diakonisszák közösségét. Az itt található kiállítás részben a Túrmezei emlékévhez kapcsolódott, tehát megtaláljuk benne Túrmezei Erzsébet életútjának a rövid bemutatását, de alapvetően a kiállítás célja az, hogy a FB Evangélikus Diakonissa Egyesület munkáján keresztül bemutassa a többi anyaház testvéreinek is, nővéreinek is a szolgálatát. Főként diakonisszák személyes tárgyairól van szó, bibliai igéslapok feltűnnek, diakonisszák tagsági okmányait látjuk, egyesületi belépésnél kaptak egy ilyen okmányt, ezek képes igazolványok, illetve a Túrmezei hagyatékból találhatunk különféle verses köteteket és gyűjteményeket, versgyűjteményeket. Az asztalon megtekinthető a FB Diakonisza Egyesület rendtartása, ami lapozható formában kivitelezett rendtartás. Így a látogatók szabadon végignézhetik és végigolvashatják. A másik interaktív elem, ami az asztalon található, a memória játék. Ez többféleképpen is játszható, itt található mellette a játékszabály. A kártyajátékon nem csak az evangélikus FB Egyesület tagjainak arcképe, épületképek láthatók, hanem például a német anyaházak egyes személye. Ezen a forgatható panelen a különféle szolgálati területeket mutatjuk be. A panelek elforgatásával például megnézhetjük, hogy miről szólt a betegápolás, találunk egy rövid kérdést, mi a különbség egy ápolónő és egy diakonissa között, majd pedig, hogyha tovább forgatjuk ezt a panelt, akkor megtaláljuk rá a választ. Nem csak a fizikai ápolás volt a lényeges ebben az egyházi szolgálatban, hanem a lelki gondozás is. A szüleimnek 7. gyermeke voltam. Akkor édesanyám már 3 leánygyermeket temetett el, és hogy ne örültek volna, hogy megint született egy kislány, a 7. gyermek, akinek a bölcsőjébe aztán beletette Isten azt az ajándékot, amit édesanyám még Berzsenyi sírja mellett Niklán kért valamikor leánykorában, amikor sokszor ült szívesen amellett a szép síremlék mellett, és nemféle szép gondolata támadt, de nem tudta kifejezni. És akkor azért imádkozott, hogyha Isten gyermekkel áldja meg, az ki is tudja fejezni, amit a szíve érez és gondol, és ezt Isten beletette akkor a 7. gyermeknek a bölcsőjébe. Túrmezei Erzsébet az egyik kulcsfigurája a FB Diakonisza Egyesületnek, hiszen ő tulajdonképpen egy önálló írói karriert kiépített a szolgálata során, tehát ezért tekintjük Diakonisza költőnőnek. Több verses kötetet is kiadott, és több verse is ismert főként az evangélikus közösségben, illetve most évfordulója volt. 1912-ben született Tamásiban, és az internátus révén ismerte meg a FB diakonisszák szolgálatát, és úgy döntött, hogy ő maga is diakonisszának belép az Egyesületbe. Onnantól kezdve, hogy öntudatára ébredt annak, hogy ő költő lesz, nagyon hamar eldöntötte, hogy Reményik Sándor őt nevezte is, Krisztus poétája akar lenni. Ez azt jelenti, hogy ez egy
Ez egy olyan feladat, mint a papi feladat, hogy költészetét egy az egyben az egyház, a misszió szolgálatába, Jézus Krisztus szolgálatába állítja. Ez egy vállalás. Egyet látni kell, hogy mind az evangélikus egyházban, és azt kell, hogy mondjam, a római katolikus egyházban, és a többi keresztény felekezetben is túrmezei jelen van. Tehát használják, mondják egyházi iskolákba, óvodákba, és mivel a Fébé gyakorlatilag a szellemi örököse a túrmezei életműnek, ezért nekünk nagyon fontos feladatunk azon túl, hogy az emlékét őrizzük, a könyveit, kiadványait, énekeit újra és újra kiadjuk különböző formában. Az evangélikus gimnáziumban jártam Nyíregyházán, ahol először hallottam a diakoni szexszolgálatáról, utána kerültem az egyetem után az Evangélikus Országos Múzeumba, ahol láttam, hogy ott is rendelkeznek különféle anyagokkal erről a témáról, és úgy döntöttem, hogy én szeretném ezt kutatni. Nagyon fontosnak tartom a szeretett szolgálatot, mint tevékenységet, és alapvetően a társadalmunk tele van rengeteg problémával, amellyel kapcsolatban úgy találom, hogy a szeretett szolgálat és a diakónia kibontakoztatása és felvirágoztatása egy nagyon fontos lépés lenne az egyház részéről. Azt gondolom, hogy a mai ember számára, aki át tudja élni a hitet és a vallási élettel kapcsolatban úgy gondolkodik, hogy a hitét egyénileg meg tudja élni igazán erősen, akkor ezt a hidat, ami az egyház és a társadalom között megnyílik, ezt a diakonisza szolgálat nagyon jól reprezentálja. Jövőre lesz 100 éves a Fébé Egyesület, eredeti nevén Fébé Evangélikus Diakonisza Egyesület, de éppen az elmúlt években igyekeztünk az Egyesületet megújítani. Többek között a neve is megváltozott, Fébé Evangélikus Diakonia Egyesület most a hivatalos neve. És éppen azért, mert nagyon gazdag a múltja az Egyesületnek, és a diakonisszáknak volt a háttérszervezete a Fébé Egyesület, azonban mostanra már nincsenek diakonisszáink. És ez nyilvánvalóan vagy megmarad egy hagyományőrző szervezet, ez az Egyesület, vagy pedig keres magának új célokat, és megpróbálja a Magyarországos Egyház diakóniáját szolgálni. Főleg itt Budapesten segítőszolgálatot is végez a Fébé, ez azt jelenti, hogy kiadunk családoknak, tehát otthoni használatra olyan segédeszközöket kölcsönbe, amelyekkel a szeretük ápolását segítheti. És ehhez kapcsolódik a nagy tervünk, ami már elindult például a budaörsi gyülekezetben, hogy a gyülekezeti diakóniát megerősítsük. Az Evangélikus Egyház törvényei lehetővé teszik a diakónusok szolgálatba állítását. Ez még nem történt meg, de ezen dolgozunk, ami azt jelenti, hogy az intézményekben dolgozó, elsősorban az intézményeinkben dolgozó evangélikus és gyülekezeti kapcsolattal rendelkező, kicsit Wilhelm Löwe-vel szólva, aki urvacsorai közösségben lévő munkatársakat szeretnénk összefogni egy diakonátusba, egy szolgáló lelki és szakmai szövetségbe, közösségbe, hogy az intézményi lelkészek mellett ilyen szolgálók legyenek, akik egyébként lehet, hogy szakács, lehet, hogy intézményvezető, lehet, hogy mentálhigiénés csoportvezető vagy ápoló, de hogyha egy képzésen, akár iskolán kívüli képzésen részt vesz a Hittudományi Egyetemmel együttműködve, akkor a végén püspöki felhatalmazással diakonusként végezheti a szolgálatát. És mivel az országban szétszorva vannak az intézményeink, szeretnénk ezeket a munkatársakat összefogni egy ilyen szolgáló közösségbe, és ennek a szervezeti hátterét pedig a Fébé Egyesület fogja biztosítani.